Jó estét kívánok nézőinknek! Önök a Tatai Televízió napi híradóját látják május 28-án, kedden. Tartsanak velünk ma este! Továbbra is többen próbálkoznak az orvhalászattal, sikertelenül. Tisztújító közgyűlésre hívta össze tagjait a Tatai és környéke turisztikai egyesület. Hagyományos évzáró vizsgaelőadást szervezett a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola. Német Dog találkozóra várták a nagykutyásokat az öreg tó partján. A növekvő vízszint, a melegedő időjárás és a jó plankton állomány is pozitív hatással van az öreg tóba telepített halak növekedésére, egészségügyi állapotára, fejtette ki Lévai Ferenc, az Aranypony ZRT vezérigazgatója a napokban. A halászati szakember szerint egyelőre minden adott a jó terméshez, ezzel párhuzamosan viszont továbbra is többen próbálkoznak az illegális orvhalászattal, sikertelenül. Újabb 5 esetben próbálkoztak, hiába az orvhalászok a tatai üregtavon, a halászati őrök tetten érték őket. A Tatai Üregtó Halászati Kft. Halőrei a rendőrséggel együttműködve folyamatosan és szigorúan ellenőrzik az illegális tevékenységet, melyek visszaszorítására korábban több fejlesztést is végrehajtott a cég. A hőkamerától az éjjellátóig, meg a szakaszos őrzés védelem az rengeteget számított. Jónak ítélem meg a helyzetet. Szerintem nem több az orvhalászat, csak jobban odafigyelünk, és mindenkit megtudunk. Most azt mondom idézőjelben, mert 100% semmibe sincs, az őrzésvédelmet csak dicsérni lehet. Én nagyon bízom abban, hogy ez le fog majd csökkenni, ha rájönnek arra, hogy nem lehet elbújni. Fontos időszak ez az öregtavi halgazdálkodásban. Az elmúlt hetekben a várt vízmennyiség is megérkezett a tóba, ami a szakemberek szerint nagyon pozitív hatással van mind az állományra, mind a vízminőségre. Ez azért volt nagyon fontos, mert az idei télen rengeteg liba volt a tavon. Ugye azért azt tudni kell, hogy a liba az a szemünknek egy nagy áldás, de a vízminőségnek azért nem az, mert ugye ez a 40 ezer jószág, amelyik a tavon van időnként, hát bizony az nem ismeri az angol vécét, és hát ugye a tóba ürít. Na most, ha kicsi a víz, akkor betöményedik, és hát a vízminősége a többi nagyon fontos dolog számára, mint vízisportok, úszás, strandolás, az bizony nem jó. Most öblítődik ki a víz, és hát úgy is telepítettük a halakat, hogy egy kicsivel most több van a tóba, mint amennyit szoktunk, mert azt látjuk, hogy nagyobb a biológiai termelő képessége a tónak, több planktont ki tudunk falatni belőle, és minden, ami a halba van, az már nem káros a tó vízminőségére, az már javítja a vízminőséget. Hát a halak növekedéséről annyit, hogy most még egy kicsit korra erről beszélni, mert ahogy kihelyezték őket, eltelt egy jó hónap, de hideg van, hűvös van, hideg van, ahogy a palánták se fejlődnek, aki kiültette őket, sajnos hát a halak sem most annyira, viszont nagyon szép a plankton állománya, és én nagyon bízom abba, hogy elkezdtük a szoktató etetést, hogy ez egy kis kukoricát, búzát teszünk mellé, egy kis kenyér legyen a zsírhoz, ami a planktont jelenti, és én bízom abba, hogy egy nagyon szép vegyes termésünk lesz, hiszen elég sok halat bent hagytunk tavaly össze, ez félig tudatos volt, félig pedig kényszer, azok most már 2-3 kilósak és gyönyörűek, és az alatta lévő állomány is nagyon szépen fejlődik. Én nagyon örülök annak, hogy látványosan javult a tó vízminősége és a vízzel kapcsolatos elvárások, hiszen akár vízisportolóval beszélek, akár pedig másokkal, az innen származó hal ízében, minőségében és küllemében is méltó ahhoz, amit a Tatai Öregtó szó jelent. Tisztújító közgyűlésre hívta össze tagjait a Tatai és környéke turisztikai egyesület. Az ülésen kiemelten foglalkoztak a már meglévő turisztikai attrakciók fejlesztéseivel. Az ülésen hozott döntésekkel még inkább szeretnék előre lendíteni a Tatai medence turizmusát. Ülésezett a Tatai és térsége turisztikai egyesület. Az éves közgyűlésen értékelték a 2018-as évet, megvitatták az idei terveket, és szavaztak a tisztségviselőkről is. Választmányi tag lett dr. Schmidt Mayer, Richárd a Kunidomokos Múzeum igazgatója. A felügyelőbizottságban szintén volt változás, Fesszelné Harsányi Mariettát is bizottsági tagnak választották. A felügyelőbizottság elnöke továbbra is Borsó Tibor, az egyesület elnöki pozícióját pedig Berceli Attila tölti be. Egyre nehezebb továbbfejlődni, hiszen azért egyszer eljutunk abba a stádiumba, amikor már tényleg elég komoly energiabefektetés az, hogy valami látványos legyen. Most mi úgy gondoljuk, hogy a már meglévő attrakcióink, dolgaink,
eljárásaink legyenek fejlettebbek, tehát próbáljunk valahol olyan dolgokat kitalálni, ami egyébként a most meglévő dolgokat tudja minőségi szinten emelni. Azért van tennivaló tatán bőven, nyilván a turisztika területén is, bár ezt mindig hozzá kell tenni, hogy azért itt a turisztikai fejlesztés céljait mi szeretnénk, ha a tatai lakosok is nagyon komolyan megéreznék, talán még jobban szeretnénk, egy kicsit többet tudnának ők ebből profitálni, mint maguk a turisták. Az ülés részeként bemutatták a 2019 évvégére megvalósuló Cult Play projektet is, amellyel a szlovák-magyar határtérséget szeretnék vonzóbbá tenni. A közel 10 éves Ponsz-Danubii társulás projektjét Dolnyik Attila projektmenedzser ismertette. Minden településen fölépül egy közel 100 millió forintból egy-egy park, ami a partner település egy bizonyos látványosságát, turisztikai, történelmi látványosságát mintázza. Tata esetén egy malompark jön létre, közte a gútai hajómalomnak a makettjére, de például a tatai várnak a mása épül fel Ógyallán. Tata Magyarországon belül is egy turisztikai központ, és jó lehetőség, hogyha egy kicsit a gyerekturizmus felé is el tudnak menni, és mellette meg kell emlékeznünk a különböző történelmi tényekről, emlékeinkről, illetve a történelmi emlékhelyeinkről, és ezt így egy csokorba rakva tudtuk kitalálni ezt a parkot, ezzel jó lehetőséget biztosítva a turistáknak, illetve a helyi fiataloknak, családoknak. Várhatóan a következő hetekben lezárul a közbeszerzés, így Tatán is hamarosan felépülhet a park. Hagyományos évzáró vizsga előadást szervezett a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola. A Kenderke Néptáncos és Modern Tánc csoportjai, a trombita és népzene tanszakok növendékei, valamint a Kőkuti és a Jászmin utcai iskolák tanulói is felléptek a Magyari Zoltán Művelődési Ház színpadán. A hagyományokhoz híven idéni színvonalas évzáró előadással készültek a Kenderke tanulói, akiknek a néptáncos, illetve népzenés rendezvény, egyben a vizsga bemutatójuk is volt a Magyari Zoltán Művelődési Központban. A tehetséges gyerekek már régóta készülnek az új koreográfiákkal, azonban a vizsgázóknak már a főpróbán sem kellett sokat javítaniuk a tökéletes produkció eléréséhez. Ez olyan, mint egy bőséges szünetnek, a szorgalmas munkának, megtervezett munkának és az együtt elvégezhető munkának a gyümölcse. Úgy tudunk ilyen előadásokat csinálni, hogy a csoportokkal a pedagógusok egyenként egész évben készülnek, közben versenyeztetnek is, tervezik a koreográfiát, az öltöztetést gyerekenként egyenként, és amikor egy ilyen közös produkcióval az egész iskola az előképzések kivételével színpadra lép, az tulajdonképpen egy fesztivál méretű szervezői hátteret igényel. Tele van a művelődési ház, minden zugban öltöznek, segítséget kapunk hozzá a belső munkatársaktól is, és nagyon sokszor a tanítónéniktől is, akinek olyan szorgalmas osztálya van, hogy teljes létszámban jelen van. Így tudjuk ezeket megoldani, ezeket a nagy volumenű rendezvényeket. Nagy köszönet érte, hogy így viszonyulnak hozzánk, és a pedagógusok, a nem kenderkébe tanító pedagógusokat is beleértve, és a szülők támogatása, összefogása nélkül tulajdonképpen nem valósulhatna meg. A fürkész programban résztvevő tanulók nélkülözhetetlen részei voltak az előadásnak, hiszen a népi hangszerek ismerete és megszólaltatása egyaránt fontos hagyományőrző elem. Itt a zene szervesen összefonódik a tánccal. Alapvetően ugye professzionális zenészek kísérik a táncosainkat, de bizony szükségünk van arra, hogy egy kicsit mi magunk is megmozduljunk. Kell a mi lelkünknek és kell a gyermekeinknek is. Ami részemről azt jelenti, hogy az általam a fürkész programban hallás utáni zenetanulásban, tehát hallás utáni pásztor furuján, illetve blokkflőtén is tanulnak gyermekek. Hát most idén először nem segítek nekik, hanem kísérem őket a színpadon, tehát egy egész osztályjal tudok úgy megmutatkozni én személy szerint, hogy bizony a gyermekeimet magamra hagyom, nem, de azért nem teljesen, tehát de abból azért kísérem őket, és egy külön műsorszámként mutathatják meg, hogy mit is és hogyan is tudják ezt eljátszani. Másik oldalról pedig ugye vannak olyan tájegységek itt a zenei, illetve a táncanyagban, amiben Moldváról beszélve
amiben én is egy picit ki tudok bontakozni, úgyhogy egy kis moldvai formációval, mint gyermekekkel, mint felnőttekkel egyaránt egy kicsit kitáncoljuk és kimulatjuk magunkat a színpadon. A genderkés tehetségek a vizsga előadáson túl számos városi programban is megcsillogtatják tudásukat. Csobbanjunk együtt a tatai Tóba mottóval szerveztek játékos kutyás programot az elmúlt hétvégén az öreg tó partján. A második dog dögönyözésre elsősorban német dog tulajdonosokat és kedvenceiket várták. A program sorozattal egy igazi nagy kutyás közösséget szeretnének építeni. Május utolsó napsütötte hétvégéje egy igazán izgalmas programnak kedvezett Tatán, ugyanis városunk adta helyszínét a második dog dögönyözéssel egybekötött német dog találkozónak. Az összejövetel kezdeményezése azonban több négylábú gazdájának is felkeltette érdeklődését, így fajtától és mérettől függetlenül kerekedett egy kutya találkozó az öreg tópartján. Ma rendeztük meg a második dogdögönyözést, először Velencén voltunk, és a következő találkozónk majd Budaörsön lesz. Ennek az egésznek az a lényege, hogy létrehozunk egy olyan kutyás közösséget, ahova jó tartozni, mert sajnos nagy kutyásként azt tapasztaljuk, hogy félnek tőlünk az emberek, pedig a német dogok nem bántanak. A német dog egy nagyon különleges fajta, annak ellenére, hogy olyan jámbor, mint egy kis báreny, mégis kiváló házőrző. Tata egy fantasztikus hely. Amikor kerestük, hogy hol legyen a következő német dog találkozónk, akkor az volt a lényeg számunkra, hogy egy olyan helyszín legyen, hol van víz, hogy a kutyusok tudjanak kicsit fürdeni, és erre Tata fantasztikusan, tökéletesen csodálatos. De mai nap egy kicsit meglepetés is számunkra, mert hogy német dog találkozót hirdettünk, és egy csomó fajta kutyus érkezett ide. Megkérdeztük a gazdikat, hogy hát hol vannak a német dogok, és mondták, hogy annyira jónak tartották ezt a kezdeményezést, hogy ők is részt szerettek volna venni benne, mi pedig nem szeretnénk senkit sem kirekeszteni. Tata adottságai vitathatatlanul kedvező minden szabadidős tevékenységnek, így a város kutyásai is előszeretettel iktatják napirendjükbe a tópart körüli sétát négylábú családtagjukkal. Messziről szoktak ide jönni a tó mellé kutyások, gyerekesek, futók, sportolók, és az adottság az nagyon szép Tatán, tehát rétek, tavak, sétányok. Hát ez egy igazi szuper kutyás hely. Én napi szinten futok a Mirával itt a tó körül, néha a Csekén, úgyhogy mi elég sokat járunk le. Nyáron úszik a tóban, úgyhogy abban hűsöl, nagyon szeretjük. A második dog dögönyezés tehát azon túl, hogy remek lehetőség volt a német dog fajtájának megismertetésére, egy kutyás közösség kialakítására is törekedett az esemény. A TOP CELD konstrukció keretében megjelent a Tata helyi akciócsoport tudásközpont programok infrastruktúrális fejlesztése és eszközbeszerzés című helyi pályázati felhívása. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg több mint 20,5 millió forint. A helyi támogatási kérelmek benyújtására május 14-től egészen augusztus 5-ig van lehetőség. A pályázati dokumentáció letölthető Tata város honlapjáról. Dr. Beró Henrietta alpolgármester május 31-én pénteken 8 és 10 óra között fogadja a hozzáforduló tataiakat a Városházán hivatali helységében a 101-es szobában. A lakosok fogadása előzetes telefonos bejelentkezés alapján történik, amelyre az 588-611-es telefonszámon van lehetőség. A közelgő Patara Fesztiválra a Városmarketing iroda csütörtökön is nyitva tart. Május 30-án 13 órától 16 óráig várják az ügyfeleket. Napjaink drog problémái, diszkóbalesetek címmel szerveznek előadást a Család és Karrierpontban. Május 29-én délután 4 órakor a Piarista rendházban Csonkáné Huszár Anita rendőr alezredes várja az érdeklődőket. A Posztocki Károly csillagvizsgáló és múzeumban május 31-én pénteken este 7:30-kor folytatódnak a programok. A kvantum összefonódásról népszerűen címmel Kis Attila tart előadást, szeretettel várnak minden érdeklődők. Tatán lép fel a nyárát szeredai Bekecs néptánc együttes, Ember az embertelenséggel címmel láthatja a tatai közönség. A néptánc együttes előadását a Magyari Zoltán Művelődési Központban június 2-án este 7 órától. Hétvégén pedig a Patara rendezvényeire várják az érdeklődőket. Pénteken délután 5 órakor lesz a hivatalos megnyitó, majd szombaton és vasárnap egésznapos programokkal várják az érdeklődőket.
Híradónk végén következzenek még egyszer mai híreink egy-egy mondatban. Továbbra is többen próbálkoznak az orvhalászattal, sikertelenül. Tisztújító közgyűlésre hívta össze tagjait a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület. Hagyományos évzáró vizsgaelőadást szervezett a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola. Német Dog találkozóra várták a nagykutyásokat az öreg tó partján. Május 28-án, kedden Önök a Tatai Televízió napi híradóját látták, köszönjük figyelmüket. A képernyő alján olvasható elérhetőségeinken várjuk észrevételeiket, információikat. Maradjanak velünk, a folytatásban következik Sportkett című műsorunk, híradóval pedig holnap este várjuk Önöket. További szép estét, viszontlátásra!